Szevasztok, Marcell vagyok, és ezért a Túlélni Japánban következő videója. Ebben a videóban arra szeretnék kitérni, hogy a koronavírus miatt milyen brutálisan megdrágultak az üzemanyagárak itt Japánban. Nos, amikor idejöttem, akkor körülbelül 135 volt Tokió belvárosában az átlag üzemanyagár. Ez volt 2019 évnek a második harmadában, és a Covid miatt azt mondja, hogy nézem a statisztikákat, fölment átlag 45-re, 145 yenre, az úgy durván ilyen 420 forint körül, és ott tartotta magát egészen 2021. szeptemberig, amikor napról napra elkezdett növekedni, és mivel ugye én biciklivel járok melóba, meg ja, igazából kint vagyok majdnem egész nap sokszor, így aztán eléggé sokszor látom a benzinkutakat, hogy milyen durván drágulnak az árak. Voltam, hogy kimentem reggel, mert 147 volt, hazamentem este, és 149, és így mi a fasz. És egy ilyennel nem ment lejjebb azóta, sőt, most 7 éves rekordot döntött, ugyanis fölment 161-re Tokión kívül az átlagár, és 170 ilyen, jól mondtam? 161 itt, és 170 ilyen Tokió belvárosában átlagosan az üzemanyagár, ami elég brutális, ha belegondoltok, itt csináltak másfél év alatt 35 ilyen drágulást Tokióban, ami ja, úgy igazából az egy harmada? Nem, egy negyede az alapárnak, ami volt. 2014-ben volt utoljára ekkora ára, és az is egy durván kiugró érték volt, egyébként 120-130 ilyen körül szokott lenni. Nyilván ez annyira nem vágja földhöz a japánokat, de azért bőven ők is megérzik, és ennek azért hangot is adtak. Hallottam nem egyszer itt a benzinkutó, hogy miért adják ennyire, és nem tudnak vele mit csinálni, nyilván a benzinkutasok nekik is úgy hozzák be. Úgyhogy... De itt azért ebből még nem lesz se taxistrike, se kamionostrike, semmi ilyesmi, mert azért a 160 ilyen, az itt Japánban ugyanúgy 160 ilyen, úgyhogy ja, hogyha itt lenne mondjuk 480 ilyen, akkor anyáznának rendesen. De mivel a cégek többsége amúgy sem fizeti a benzinnek, szerintem 99%-át ha azzal jársz melóba, így teljesen mindegy, mert csak magáncélra használják az autókat leginkább. Nos, ez egy rövid videó volt, igazából csak ezt akartam mondani, hogy nem csak otthon drágulnak a üzemanyagárak, hanem itt is, Japánban, ami az egyik legfejlettebb ország a világon. Ja, elfogy az üzemanyag, még 10 év aztán mehet mindenki gyalog a picsába. Nos, hogyha tetszett a videó, vagy hasznosnak találtátok az infót, akkor nyomassatok egy lájkot, és iratkozzon fel, aki még nem tette, különben nagy bajok lesznek. Szevasztok!